Tisztelendő paptestvérek, kispapok, tisztelendő nővérek, Krisztusban szeretett testvéreim! 16. Benedek pápa önéletrajzi írásában hálával emlegeti, hogy őt nagy szombat ünnepén keresztelték meg. És főként akkor vált ez számára nagyon elgondolkodtatóvá és örvendetessé, amikor megismerkedett az egyház liturgiájának a mélységeivel. Hát, mint tudjuk, még könyvet is írt róla, és éppen azt a gondolatot fejti ki, éppen nagyszombat kapcsán, hogy törvényszerű, állattal töltötték el, és ámuldozott rajta. És ezért is tüzet szentelünk, az Isten fényességét, amelyről meggyújtjuk a húsvéti gyertyát, mely Jézus Krisztusnak a szimbóluma, a víz pedig ugye tisztulást ad, és az új életnek a forrása. Hát ha nincs víz, akkor nem kelnek ki a növények. Egy új élet kezdődik a vízzel és az öntözéssel, és a keresztvíz által, amiben részesülünk, mi is egy új életet kezdünk. De ehhez nekünk is hozzá kell járulnunk. Ezért is tesszünk föl kérdéseket. Meg kell vallanunk hitünket, ígéreteket kell tennünk, és föltesszük azt a kérdést a felnőttek keresztsége alkalmával: mit kérsz az egyháztól? Hitet. S mit vársz a hittől? Az örök életet. Ebből is kitetszik, hogy a mi hitünk az nem egy olyas valami, hogy hát elhiszem azt, hogy hát Isten létezik, vagy valami misztikus dolgot hiszek, hanem ebben a hitben benne van az, hogy én a föltámadt Krisztusban hiszek, aki nekünk meghozta az új életet, és egy új világ szemléletet ad. És ezt azon is le tudjuk mérni magunkon, hogy azért mélyen hívő emberek között mindjárt könnyebben szót értünk. Hiszen ha már sokszor a politikai fölfogás is vagy eltávolít bennünket a másiktól, vagy összehoz, még egy családban is, hogy ugyanazon a politikai fölfogáson vagy ellentéten van az illető, és ez kiválthat köztünk eltávolodásokat. Hát még a hit mennyire az, ami meghozza nekünk azt a új felfogást, ami éppen abból származik, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, aki föltámadott, és hiszünk abban, hogy mi is részt kapunk ebből. Az Úr Jézus már életében is sokszor beszélt arról, hogy aki benne hisz, az nem halhat meg örökre. Ezt kérdezte Mártától is. Hiszed-e, mikor meghalt a testvére? Mert én vagyok a föltámadás és az élet. És akkor Márta azt mondta, hogy hiszem. De ezért adta nekünk a szentségeket, hogy higgyük, hogy ő a föltámadás és az élet, és hogy szavának van arany fedezete, azt éppen a föltámadásra mutatta meg. Föltámadt, igazolta azokat a szavakat, amiket korábban mondott, hogy ő a föltámadás és az élet. Ha pedig ez így van, akkor hihetünk abban is, hogy az mindaz, aki benne hisz, az nem veszhet el örökre, és megajándékoz bennünket az örök élettel, ami nem egy végtelenített idő, hogy 1 millió évre jön megint 1 millió év, mert az szörnyű unalmas lenne, hogyha valamiképpen mindig az idők változásában élnénk, hanem az a létmód, ami az Isten élete.
örök jelen és örök boldogság, tökéletesség és örök szeretet. Hát igen, ennek örvendünk, ezt ünnepeljük, ezért zengjenek a harangok, szólnak a csengők, szól az orgona, és számtalanszor fogjuk a húsvéti időben az Alleluját mondani, vagyis Istennek hálát mondunk nagy üdvözítő tetteiért, az örök élet ajándékáért. Amen.